Sziasztok! Az előző videóban megnéztük azt, hogy a JavaScript képes a képernyőre kiírni számokat, meg szöveget is. Ebben a videóban kezdjünk is bele a játékba, és nézzük meg, hogy egyáltalán hogy fog kinézni a játék, meg vajon mik kellenek ahhoz, hogy mi magunk is meg tudjuk csinálni ezt a játékot. Itt a képernyőn azt látjátok, hogy én ezt a játékot már egyszer megcsináltam. Ha rákattintunk a run-ra, akkor le tudjuk futtatni a játékot. Itt az ütő, ott meg a labda, és a fölle gombok nyomogatásával tudjuk mozgatni az ütőt, és az ütőről vissza tud pattanni a labda. És most mindjárt veszíteni is próbálok, kimegyek a labda útjából. Hogyha odaér a labda a végéhez, akkor kiírja azt, hogy vesztettél. Ezt fogjuk együtt megcsinálni. Gondoljuk végig, hogy vajon ehhez mi fog kelleni végül. Kelleni fog, hogy valahogy ki tudjunk rajzolni dolgokat a képernyőre, meg ahhoz, hogy kirajzoljunk dolgokat a képernyőre, kell egy vászon, amire ki tudunk rajzolni, vagy valamiféle rajztábla. Erre a rajztáblára tudunk majd rajzolni, itt ez be is van keretezve, ez a rajztábla, amire ezeket a téglalapokat ki tudjuk rajzolni. Tulajdonképpen az ütő is egy téglalap, meg a labda is egy téglalap. Ezen kívül kell valahogy ezt mozgatnunk, ez úgy fog működni, hogy a kirajzolást azt újra és újra és újra meg fogjuk ismételni. Tehát mindig azt mondjuk, hogy rajzolt ki a labdát most ide, rajzolt ki a labdát most oda, rajzolt ki az ütőt most ide, rajzolt ki oda, és minden egyes alkalommal máshova fogjuk ezeket kirajzolni. Ha mindig máshova rajzoljuk ki, akkor ez úgy fog kinézni, mintha mozogna. Ahhoz, hogy újra és újra kirajzoljuk, az is kell, hogy a rajztáblát ki tudjuk törölni. Hiszen, hogyha mindig csak rárajzolnánk, akkor mindig megjelenne az előző helyen is ez a labda, tehát majd törölnünk is kell ezt a rajztáblát. Ezek után valami olyan is kell, hogy tudjuk ezt irányítani. Azt mondtam, hogy a föl és legombok megnyomásával mozog ez az ütő, tehát valahogy a programnak majd észre kell vennie, hogy mi megnyomtuk ezeket a gombokat. Az első dolog, amivel kezdeni fogunk, az az, hogy rajzoljunk ki egy labdát, vagy rajzoljunk ki egyáltalán bármit erre a képernyőre. Ahhoz, hogy ki tudjunk rajzolni, az az első, hogy legyen rajztáblánk is. Hát ebbe kezdjünk bele. Csináltam ehhez egy új projektet, és ha látjátok, akkor itt három hely van, ahova kódot lehet írni, eddig mindig a JavaScript-be írtunk. Ahhoz, hogy létrehozzuk a táblát, azt nem a JavaScript-be kell majd megcsinálnunk, hanem itt a legtetején a HTML részbe kell ezt beleírni. Ezek olyanok, amiket nem kell megjegyezni, ezeket a kód részleteket, amiket most ide be fogunk írni, ezeket nem kell teljesen megtanulni, ezeket a videónak a leírásába bele fogjuk rakni, elég, ha onnan bemásoljátok majd ezeket. De azért megmutatom, hogy pontosan hogy kell nulláról ezt megcsinálni. Először, hogy létrehozzuk a rajztáblát, azt fogjuk csinálni, hogy ilyen kacsacsőrök közé beleírom azt, hogy canvas. A canvas az angolul azt jelenti, hogy vászon, vagy tulajdonképpen rajztábla. Még azt is kell csinálni, hogy megint kacsacsőrök között canvas. Csak itt az elején van egy perjel. Ez az egész fogja azt mondani, hogy legyen nekünk egy rajztáblánk. A rajztáblának a méretét is meg kell mondanunk. Szélessége és magassága lesz ennek a rajztáblának. A szélesség angolul úgy van, hogy width, W-I-D-T-H, és ezt egyenlő, és macskakörmök között megmondjuk, hogy milyen széles. Nekem ez most 400 széles lesz. És utána mondhatom azt, hogy height, az a magasság, ez helyi göhötő egyenlő, és 300-zal. Ez most létrehozott egy rajztáblát, de az a helyzet, hogy ezt a rajztáblát most nem látjuk. Azért nem látjuk, mert nincsen bekeretezve. Ezt a következő részben, a CSS részben fogjuk tudni bekeretezni. Ehhez azt kell írnunk, hogy canvas, ezzel amúgy azt mondjuk meg, hogy konkrétan ezt a rajztáblát szeretnénk mi bekeretezni. Utána ilyen kapcsos vagy bajusz zárójeleket használunk. Ha már leírjátok a nyitó kapcsos zárójelet, akkor már magától odaírja a csukót. És amúgy itt benne meg beleírjuk, hogy border. A border jelenti azt, hogy valaminek a kerete vagy széle. És ott meg annyit fogok írni, hogy solid black 1px és pontos vessző. Ahhoz, hogy tényleg megjelenjen a rajztábla, le kell futtatnunk, azt fogom mondani, hogy run.
Most már látszik az, hogy ezt a rajztáblát tényleg ki tudta rajzolni. Tehát most már van rajztáblánk, amire tudunk innentől kezdve rajzolni. De itt mondtam az elején azt, hogy ez 400 széles és 300 magas. Meg itt azt is mondtuk, hogy 1 px. Na vajon ez micsoda? A px az annak a rövidítése, egy pixel. Ha még nem hallottatok a pixelről, a pixelek semmi mások, mint azok a nagyon pici lámpák, amik bármilyen kijelzőben vannak. Ha nagyítóval megnézitek ezt a kijelzőt, amin dolgoztok éppen, ott nagyon pici lámpák vannak, amik tulajdonképpen kijelzik nekünk, ami ott van azon a képernyőn. Ezek az egyes lámpák a pixelek, és amikor én azt mondom, hogy egy pixel például itt, meg black, az annyit jelent, hogy egy pixel széles legyen az a keret, amit ide rakunk. Tehát, ha tényleg megnéznénk nagyítóval, akkor itt egy lámpányi hely van, ami fekete. Ez a 400 meg ez a 300 azt fogja jelenteni, hogy 400 pixel széles és 300 pixel magas ez a rajztábla. A következő lépés az lesz, hogy erre a rajztáblára tudjunk rajzolni. Ehhez a JavaScriptnek meg kell mondanunk azt, hogy mi is ez a rajztábla és hogy kell rá rajzolni. Ez megint csak olyan, hogy ezt nem kell megjegyezni, meg nem kell tőle megjegyezni, hogyha itt furcsa dolgok vannak. Ez tökre oké, hogyha be tudjátok másolni a leírásból. Ehhez azt fogom írni, hogy let canvas egyenlő document.querySelector zárójelek és a végén egy pontos vessző. A querySelectornál fontos, hogy az S betű az nagy. És macska körmök közé bele kell írni azt, hogy canvas. Utána pedig let c egyenlő canvas pont get context, itt fontos, hogy a c az nagybetű, nyitó csukó zárójelek, és abba bele kell írni azt, hogy 2D. Amúgy a 2D itt azt fogja jelenteni, hogy mi két dimenzióba rajzolunk. Lehet amúgy három dimenzióba is, csak ahhoz még sok bableves meg kell lenni, hogy eljussunk oda. Kezdjünk bele abba, hogy tényleg rajzoljunk ki is egy téglalapot a képernyőre. Az egész eddigi dolgot, amit írtunk, ezt nem kell megjegyezni, ezt másoljátok be. De ami most jön, az nagyon fontos. Ilyeneket nektek is kell majd tudni önállóan csinálni, mert a program az így fog működni. Azt fogom mondani, hogy c.fillRect. Először leírom, utána megnézzük, hogy pontosan mit csinál. És itt a zárójelek közé bele fogok írni számokat. Most először azt írom bele, hogy 100, vessző 100, vessző 150, vessző 200. És futtassuk le a programunkat. Mit láttok, amikor lefuttattuk ezt a programot? Azt láthatjátok, hogy itt megjelent egy nagy fekete téglalap. Tehát ez a sor, ez a c.fillRect és ezek a számok arra jók, hogy téglalapot tudunk vele kirajzolni. A C pont az azt fogja mondani nekünk, hogy ez a rajztáblához tartozik. A fill rect meg az a parancs, ami kifejezetten egy téglalapot rajzol ki. A rect az annak a rövidítése, hogy rectangle, ez angolul téglalapot jelent. A fill meg azt jelenti, hogy kitölteni. Tehát tulajdonképpen itt kitöltött feketével egy téglalapot. És ide utána négy számot írtam bele. Én azt szeretném tőletek kérni, hogy állítsátok meg a videót, jussatok el ideig, és próbáljátok meg megváltoztatni ezeket a számokat, és mondjátok meg nekem, hogy pontosan melyik szám mire jó. Első szám, gondolom megtaláltátok, ha átírom, akkor jó fog látszani, például azt mondom, hogy 20, és újra futtatom a programot, akkor mi fog történni? Igen, jól gondoltátok, ehhez a falhoz, tehát a baloldali falhoz közelebb került ez a téglalap. Tehát ez a 20-as, ez azt jelenti, hogy ettől a baloldali faltól hány pixelnyire van a téglalapunk. Mit jelent a második szám? A második szám nagyon hasonló ehhez, ez azt fogja jelenteni, hogy a felső falhoz képest hol van. Nézzük meg, átírom mondjuk ezt 10-re, és újra futtatom. Akkor itt a tetején már csak 10 pixelnyi hely van, és nem 100, mint az előbb volt. A következő két szám mit fog csinálni? Az egyik szám lesz a szélessége,
a téglalapomnak a másik szám, meg a magassága. Tehát, hogyha én egy labdát szeretnék csinálni, a labdám az amúgy 10 pixel széles és 10 pixel magas, akkor mit írjak ide? Igen, jól gondoljátok, ide 10 és ide is 10, próbáljuk ki, futtassuk le. Már csináltunk is egy labdát. Ha én azt szeretném, hogy középebben legyen ez a labda, akkor melyik számokat írjam át? Igen, jól gondoltátok, az első két számmal kell dolgoznom. Például én ezt átírhatom arra, hogy 150, a másikat meg átírhatom arra mondjuk, hogy 100. Futtassuk le. Akkor most már jobban középen van ez a labda. Most azt gondoljuk végig, hogy ahhoz, hogy ezt a labdát mozgatni tudjuk, át kell majd írnunk ezeket a számokat. És gondoljuk végig, hogy a bizonyos irányokhoz, hogy én most kicsit jobbra teszem a labdát, vagy fölteszem a labdát, vagy akár így átlósan, rézsutosan teszem arrébb a labdát, melyik számokat kell átírni és hogyan. Például most majdnem középen van a labda, én mit tudok ahhoz tenni, hogy a labda egy kicsit jobbra legyen? Mit írjak át mire? Az első számot kell hozzá változtatni, hiszen ez a baloldali faltól való távolságot jelenti. És hogy lesz egy kicsit jobbra? Úgy lesz jobbra, hogy távolabb van a baloldali faltól. Tehát ha én ezt mondjuk átírom 200-ra, akkor mindjárt megtörténik az, hogy a labdánk arrébb kerül még egy kicsit jobbra. Hogy tudom én ezt kicsit balra irányítani? Úgy, hogy ez a szám kisebb, tehát mondjuk a 200-at most átírom 50-re, akkor el fog kerülni a labda közelebb az a falhoz. Tehát az első szám növelésével jobbra megy a labda, a második szám, az első szám csökkentésével meg balra megy a labda. Beszéljünk most a második számról. Hogy tudok valamit fölfele vinni? Igen, jól gondoltátok, a csökkentésével a második számnak. Ha én a 100-at most átírom 10-re, akkor följebb lesz a labda, hiszen a fönti faltól most csak 10 pixelnyire van, és nem 100 pixelnyire. És hogy tudom mondjuk visszamozgatni középre? Azt mondom, hogy legyen most 150-nyire. Most rakjuk be pontosan középre a labdánkat. Ugye 400 pixel széles a rajztábla, úgyhogy 200 pixel a közepe, és 300 pixel magas, úgyhogy 150 pixel lesz a közepe, úgyhogy azt írom, hogy 200 és 150. Futtassuk le. Itt most az is jobban látszik ettől, hogy nem teljesen van középen a labda, hanem igazából a bal felső csücske van a labdánknak pontosan középen. Ha én most azt szeretném elérni, hogy ez a labda itt a jobb felső sarok felé rézsutosan kezdjen el mozogni, akkor mit kéne átírni? Gondoljuk ezt végig. Két számot is meg kell változtatnunk, azt is, hogy mennyire van messze ettől a faltól, meg mennyire van közel ehhez a falhoz. Tehát ha én jobb felfelé szeretném mozgatni, akkor elfele kell menni a bal oldaltól, tehát mondjuk itt azt mondom, hogy 250-nyire legyünk, de közelebb kell menni a felső falhoz, tehát 150 helyett legyen csak 100. Ha most lefuttatom, akkor átugrott a labdánk, így rézsutosan fölfele, a jobb felső sarok felé. A következő, ami nekünk kell, hogy műveleteket is tudjunk csinálni ezekkel a számokkal, hiszen ha én meg akarom növelni ezt a számot, akkor tulajdonképpen hozzá kéne adni valami számot. Hogyha én azt szeretném, hogy csökkenjen ez a szám, akkor le kéne vonni belőle egy számot, vagy hogy lehet még ezt csinálni? Hozzá lehet adni egy negatív számot is. Ezeket fogjuk most egy kicsit megnézni. Ehelyett, hogy csak simán azt írom ide, hogy 100, én írhatok ide műveleteket is, tehát ha én például itt megint csak jobbra szeretném tolni ezt a labdát, akkor írhatom ahelyett, hogy 100, azt is, hogy 100 plusz 100. És arrébb került, tehát a JavaScript érti ezeket a műveleteket, tud összeadni a JavaScript, próbáljuk meg, hogy tud-e kivonni is. Most az összeadás helyett egy kivonás jelet adok. Mennyi 100-ból 100? Pontosan, az 0, akkor mit várunk, hol lesz ez a labda? Tehát akkor itt kéne, hogy legyen, ennél a falnál. Próbáljuk ki. És sikerült is a dolog.
Ezeket a műveleteket ki is tudjuk iratni a képernyőre, ugye erre van nekünk ez a konzol, úgyhogy itt most azt fogom írni, hogy konzol.log, pontos vesző a végére, és például beleírjuk, hogy a 2 meg 2-t ismerje. Futtassuk le. Miután lefuttattuk, láthatjuk, hogy ki is írta, ismeri az összeadást, 2 meg 2 az 4. Tudunk összeadni, és tudunk kivonni, akkor vajon még mit tudunk csinálni? Igen, pontosan tudunk szorozni és osztani is, ezt próbáljuk ki. Mondjuk megnézhetjük, hogy hányszor van meg a 25-ben az 5. Futtassuk le. Itt az osztást, azt a per jellel fogjuk csinálni, ez azért van így, mert az angol vagy amerikai jelölést használják itt, és nem a magyar jelölést. Több mint valószínű, hogy az iskolában nem a per jellel találkoztatok, hanem a kettős ponttal, itt a per jell fog működni. Ugyanígy a szorzásra nem egy pontot vagy egy kis x-et fogunk használni, hanem ezt a csillagjelet. Nézzük meg, hogy mennyi 25x5, futtassuk le. Ha valaki már ügyesen kiszámolt a fejben, pontosan a 125. Tehát tudunk mindenféle műveleteket végezni ezekkel a számokkal. Ez nagyon fontos lesz nekünk arra, hogy ezekkel a műveletekkel tudjuk majd arrébb pakolni szépen a kis labdánkat. De az a helyzet, hogy ezek a műveletek nem csak a számokkal működnek, hanem van olyan művelet, amit szövegekkel is tudunk csinálni. Próbáljuk ki, ehelyett most azt fogom írni, hogy alma, és ehhez hozzá fogom írni, hogy fa. Alma plusz fa. Szerintetek mit fog kiírni a dolog? Ha lefuttatjuk, akkor ki is írta egybe, hogy almafa. De tulajdonképpen, ha szövegeket adunk össze, az egyszerűen összecuppantja ezeket a szövegeket egy szöveggé. Az utolsó dolog, amit meg akarok mutatni ebben a videóban, hogy tudunk megjegyzéseket is írni JavaScriptben. Ehhez bármelyik sorba azt írjuk bele, hogy per, és ez után írunk valamit, például az elejéről azt, hogy kecske, mert nekem most ez jutott újra eszembe. Ha lefuttatom, akkor nézzük meg, mi történik. Újra kiírt a gyalmafa, és nem kaptunk hiba üzenetet. A per utáni rész azt figyelmen kívül hagyja a program, és nem érdekli, hogy pontosan ott mi van. Tulajdonképpen ez arra jó, hogy magunknak megjegyzéseket tudunk írni, ez fontos lehet arra, hogy később emlékezzünk, hogy mit írtunk a kódunkba. Ebben a videóban megnéztük azt, hogy hogyan működnek a számok, meg hogyan tudunk egy labdát kirajzolni. A következő videókban meg fogjuk ezt nézni, hogy hogyan tudunk adatokat tárolni, például arra, hogy éppen hol van az a labda. Ott találkozunk. Sziasztok!